Sziasztok! Megtaláltad a helyedet a világban? Azt az életet éled, amire születtél? Boldog vagy kiegyensúlyozott minden kerek? Akkor te azon ritka szerencsések közé tartozol, akiknek már nem kell keresni az útjukat, hogy mi a cél, merre felé kell haladni. Ha viszont úgy érzed, hogy még nem találtad ezt meg, nem azt az életet éled, amit szeretnél, nem töltöd be azt a helyet a világban, amire születtél, egy picike kis kétség is van benned, akkor javasoljuk, hogy nézd meg ezt a videót, mert megoldást is fogunk majd kínálni, hogy elérd ezt a célt. Mária vagyok, mellettem pedig Laci, mind a ketten az Anami programnak az oktatói vagyunk, és ismét a saját tapasztalatainkon keresztül fogunk nektek beszélni, hogy mi hogyan változtunk, illetve hogy találtuk meg a helyünket a világban. Igen. Ez a témánk, és ezt szeretnénk megmutatni nektek, hogy hogyan lehet ezt elérni. Mária, nálad hogy volt ez az út? Hát így az életemet így két része tudom mindig osztani, ugye Anami program előtt és Anami program után. Úgyhogy kezdem, hogy Anami program előtt. Hát ilyen 50-51 éves koromig állandóan ez a kérdés ment bennem, hogy mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen. Nagyon nem éreztem magam otthon, sem ebben a világban, sem szó szerint, akár mennyire is kényelmes és szép körülmények között éltem, megéltünk, mindig volt egy ilyen otthontalanságom, vagy egy hiányom, vagy tehát, hogy a körülmények se számítottak, hogy akár mennyire is otthonos volt, belül állandóan ment egy ilyen program, egy ilyen keresés, egy kérdés, hogy mi van itt? Nem vagyok a helyemen, nincs rendbe. Oké, hogy a világ ilyen, amilyen, de valamit nem oké. És az volt bennem, hogy hát biztos itt az égiek eltévesztették, és engem egy rossz bolygóra pocsantottak le, mert én biztos, hogy itt eltévedtem. Ez volt az egyik. A másik meg, hogy oké, hogy engem ide lepotyantottak, de biztos itt felejtettek. És ettől egy ilyen nem tudom, egy ilyen reménytelenség, hát elég rossz állapot, hát nem is, hogy rossz állapot, de állandó kérdések. Ez a, mit keresek én itt? Úgyhogy ez 51 éves koromig így végig kísért, ez a dolog. És hát amikor így rám talált az Anami program, onnantól kezdve nagyon nagy változások indultak el, először is belül, bennem. Egyrészt azt éreztem, hogy megtaláltam az utat, amire leszülettem. Nem tudtam még tisztán megfogalmazni, hogy mi ez konkrétan, de hogy valami megérkezett az életembe, ami oda fog vezetni engem, hogy megtalálom, hogy miért vagyok itt, mi a célom, mi az, amit bevállaltam, mi az, ami feladatom, ennyire ugye még akkor nem voltam tudatos, ezt már most mondom ilyen okosba, mert most már tudom. És először is, ami nekem nagy segítség volt ebben a programban, haladásban, hogy hát ezt mindig éreztem, hogy nem vagyok itt a Földön. Tehát nem véletlen volt ez a kérdés, hogy mi a fenét keresek itt. És ugye itt a programban tudatosan, tehát meg is tudtam ennek az okát, hogy a gyökércsakrám milyen állapotban van, és olyan állapotban volt, ami olyan összehúzódva, meg rettegve, meg félve, hogy valóban nem voltam itt két lábon a Földön, nem csak érzelmileg, hanem fizikálisan is ebben a programban egyszerűen ugye lehetett látni, vagy megtanultuk, vagy kiderült, hogy hát nem sok közöm van itt az itt léthez, és bizony itt rájöttem arra, hogy ahhoz, hogyha tényleg beszeretném tölteni itt a szerepem, akkor először is meg kell érkezni az anyagba, a földbe, ebbe a világba. És ebbe, hogy megérkezzünk ebbe a világba, hát ebbe bizony itt az alsó területek és a gyökércsakra segít minket, és hát jó pár éven keresztül a gyökércsakra volt a fókuszban, és gyakoroltunk, hogy Anamékkal és Gáborral és az órákon, hogy érkezzen meg a gyökércsakrámba. És hát
alakul, és egy egész más minőségben sikerült megérkezni. Illetve ezzel kapcsolatban még van egy nagyon érdekes dolog, hogy hát ez már jó pár évvel ezelőtt volt, már talán ilyen 6-7 évvel ezelőtt is. Hát akkor kezdted körülbelül. Hát 9 éve kezdtem. Tehát a kezdéshez képest már később, egy pár évvel, de na mindegy, szóval ilyen 6-7 évvel ezelőtt. Ugye dolgoztunk a gyökércsakrán, mentek a folyamataim, nem volt könnyű, és akkor Anamétól hallottam egy ilyen mondatot, így csak úgy mondta nekem, hogy hát igazából egy olyan program fut bennem, hogy nincs jogom az élethez. Ez nagyon kemény dolog. És ez egy olyan mondat volt, amit én eddig nem is gondoltam volna. Tehát tudatosan nem merült fel bennem, és amikor ezt így kimondta Anamé felém, akkor nagyon, hát egy zokogásba törtem ki, ami azt jelezte számomra, hogy nagy ott a beigazság van, mert nagyon megérintett. Igen. És most visszatérve, hogy ne csak ugye rólam legyen szó, hogy ez nem csak nálam van így, hanem bizony, ha a gyökércsakra nincs egyensúlyban, és nincs begyógyítva az ott levő fájdalmak, ez a gyökércsakrához tartozó olyan program, ami tudattalanul működtet minket, mozgat minket, és ez a program által teszünk, vagy nem teszünk meg dolgokat, és hát ez a program nem annyira segít abban, hogy tényleg megérkezzünk ebbe a világba, meg ebbe a földbe. Uh-huh. Földi létben, meg hogy otthon érezzük magunkat. Azok az elakadások, amik bennünk vannak. Igen. Ezeken a területeken. Igen. Úgyhogy ezt szerettem volna most így kihangsúlyozni, van sok minden más, de rád lennék kíváncsi, hogy nálad ez hogy alakult, Laci? Hú, nálam az életben így visszatekintve, és milyen érdekes, hogy ilyenkor már egy picit jobban megértjük a saját sorsunkat, hogy mi miért történt, hogy én inkább úgy sodródtam az élettel. Tehát ahova születtem, oda születtem, teljesen elfogadtam családot. Amikor szakmát kellett választani általános iskola után, akkor hát azt folytattam, amit a szülői tradíciókból jött. Valahogy úgy meg volt határozva, hogy akkor hát ez a polgári élet, és akkor ezek után jönnek iskolák, stb. És szinte nem is választottam, hanem ugye az élet tolta elém, hogy akkor most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de belülről én is éreztem, hogy ilyen a világ, de én valahogy más vagyok. Mm. Idegennek éreztem magam. Igen. És érdekes volt, mert ilyen emberi közösségben is ilyen picit kívülállónak éreztem magam. Mm. És próbálkoztam, nem is azt mondanám, hogy menekülni, hanem inkább próbáltam az utamat megtalálni, teljesen tudattalanul. De ezek inkább a szenvedélyek voltak. Akár a sportban, fiatalabb koromban, hogy eredményeket elérni. De ebben is benne voltak azok az elvárások, ami a környezetemben volt. És akkor a tánc, igen, ez egy nagyobb szenvedély volt. Szerelem is, hogy abban kiteljesedni, akár a színpadi táncban is megmutatni magamat. Bár érdekes, mert ott is inkább szerepet játszani. Tehát felvenni egy szerepet, kipróbálni azt, hogy milyen az, ez az én utam-e. Arra jók voltak ezek, hogy rájöjjek, hogy nem ezek az én útjaim. Ugyanakkor sok olyat is adtak, amivel a tapasztalat előrébb vitt. Még hogyha éreztem egy idő után, hogy azok zsákutcák is. És amikor találkoztam Anaméval, és elkezdtem ezen az úton járni, elkezdtem a gyakorlatokat, akkor kezdtem el érezni, az energiáramlás már akkor is korábban éreztem, de akkor éreztem, hogy vannak olyan dolgok, amik nem úgy működnek a testben, mint ahogy annak kellene. És ahogy elkezdtek kitisztulni, te ugye a csőkércsakrát említetted, nálam is hasonló volt a helyzet, én most a köldökcsakrát emelném ki. Hogy a köldökcsakrámnál az egy alulműködés volt, nem tudtam megvédeni a határaimat, kiállni magamért. Bár fizikálisan erős voltam mindig, de valahogy nem volt meg az a belső erő, és itt a lelki erőre is gondolok, hogy lépjek, merjek lépni afelé, amire én születtem, ami a helyem a világban. És amikor a köldök csakra elkezdett kitisztulni, hát persze erős tisztulási tünetekkel,
tisztulási tünetekről videót ajánlom mindenki figyelmére, megúszhatatlan dolgok azok sajnos. Amikor itt az erő megjelent, elkezdett kitisztulni, akkor minthogyha elkezdett volna tisztulni maga az életem is. És ez nem csak abban jelentkezett meg, hogy jobban ki tudtam állni magamért, hanem megmertem tenni azokat a lépéseket, még ha nem is tudtam pontosan, hogy melyik irányba kell menni, de éreztem, hogy az a jó irány, vagy valami belső iránytől mondatta, hogy igen, nekem arra kell menni. És merted követni. És mertem követni. Igen. És ez az, ami segített nekem, és mondhatom azt, hogy segíti mindannyiunkat, hogy abba az útba álljunk bele, amire születtünk, hogy megtaláljuk helyünket a világban. És én úgy érzem, hogy magam részről megtaláltam. Még nem vagyok a végén, hál' Istennek, még nagyon sokat tennivaló, de tudom, hogy nekem ez az utam. Ehhez viszont kellett egyrészt gyökércsakra, nálam is tisztulnia kellett, az, hogy elfogadjam a gyökereimet, az, hogy meglegyen az a belső stabilitás, amire támaszkodhatok, és ne az legyen, hogy valaki kívülről mondja a világ viharában, jön az, hogy neked most erre kell menni, valaki más mondja meg nekem. Hanem nem, én a belső rendíthetetlenségemre támaszkodjak. Arra tudjon támaszkodni a fölötte lévő csakrák, és itt az előbb beszéltem nektek a köldök csakráról. Az a belső erő, az, hogy kiállok magamért, az, hogy merek lépni a világban, hiszen itt a Földön vagyunk, itt csinálni, itt a tettek beszélnek. Ugyanakkor még egy terület volt, amit kiemelnék, ami érdekes volt, és nekem nem is volt annyira tudatos az, hogy én azt hittem, hogy sokkal jobb a kapcsolatom fölfele. Itt a korona csakrára fejtetőről beszélek. És amikor ugye elkezdtem a Danami program gyakorlatait, akkor kezdtem érezni, hogy olyan, mintha eljutok a fejtetőig, és nem jutok tovább. Mintha ott le lenne zárva valami. És nagyon sokat dolgoztam rajta. Még most is dolgozom rajta. De ahogy tisztul, egyre jobban érzem azt, hogy olyan érzés, egy nagyon finom érzés, mintha az ember teste nőne fölfele. Igen. És ez egy annyira jó érzés. Igen. De hozzá kell tenni, hogy ez nem, az, nem csak azt jelenti, hogy fölfele, hanem lefele is. Igen. És ez egy olyan szavakkal nehéz leírni. Igen, ezt a belső rendíthetetlenséges stabilitást, és föntről az áldást, a segítséget, ami behúz abba, hogy nekem merre kell menni, hogy mi a helyem a világban. Igazából ez a két erő, hogyha a földhöz, a gyökércsakra által tudunk kapcsolódni, igen, és igen. Ez a másik erő, ami az égiek irányába, és ezek jól működnek, szó szerint beleállítanak, vagy beleraknak abba, amiért leszülettünk. Amiért itt vagyunk. Amiért, és csak mi tudjuk egyedül azt a világnak megadni, amire leszülettünk. Bizony. És akkor tényleg megtaláljuk, és belekerülünk ebbe a csatornába, illetve ebbe a feladatba. Igen, és ez annyira jó érzés. Tényleg, ugye beszélgetünk ezeken a videókon, nagyon sokszor keressük a szavakat, a mondatokat, hogy hogyan tudnak leírni azt, amit mi tapasztaltunk, mert mindig a saját tapasztalatból beszélünk. Mesélünk nektek. Mert nagyon nehéz megtalálni azokat az érzeteket, hogy mennyire egy felemelő, egy olyan katartikus érzés, hogy végre kiemelkedem az ego fogságából, az elakadások fogságából, azokból a régi elakadásoknak a programjaiból, hogy jön egy inger kívülről, mindig ugyanaz a válasz, pedig nem azt akarom válaszolni. Tehát ezekből az ego fogságából kiemelkedni. És nem az élet fölé kerülünk, hanem az élet igazságába kerülünk. Igen. Sőt, inkább bele az életbe. Igen. Csak ez egy egész más minőség, mikor kívülállóként nézem az életet, vagy a részese vagyok. Igen. És ez a részese, ez pedig tényleg közben nagyon jó érzésekkel együtt Igen. társul, és nyílik hozzá a szív, és nagyon jó érzés tudni, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, ami az élet feladatom. Igen. És én megyek azon az úton, arra, amerre kell mennem. És ez minden támogatásom megvan. Igen. És mindannyiunkban megvan ez a támogatás, megvan ez az égi leáradás. Uh-huh. A magunk részét kell csak hozzátenni. És idézőjelbe tenném azt, hogy kell csak hozzátennünk.
ehhez bele kell állni. És biztos felmerül bennetek a kérdés, hogy oké, de akkor hogy tudom ezt elérni, hogy tiszta legyen a gyökércsakrám és erős, tiszta legyen a köldökcsakrám és erős, tiszta legyen a koronacsakrám és erős. Hogyan lehet ezt elérni? Igen. Nekünk az a tapasztalat, hogy az Anami program útján. És ebbe beletartoznak, korábban már említettük a gyakorlatokat is. Akár csak azt a gyakorlatokat elkezditek, amik fönt vannak a honlapunkon, az otthon végezhető gyakorlat. Már nagyon sokat tesztek magatokért. De ide tartoznak ugyanúgy a hanganyagok, mögöttünk is látjátok a CD-ket, párat fölhoztunk, a vizek, amik átmossák azt a területet, amihez tartoznak az adott csakra test szelvényét. Illetve a kristályok, ami rajtunk is vannak, biztos láttátok, észrevettétek így a videókon, amik mindenféle irányból elöntenek minket ezzel az energiával, és segítenek, hogy finoman, múltkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy kimasszírozzák belőlünk ezeket az elakadásokat. Segítenek kitisztítani. Igen. Igazából az egész Anami program abban segít, hogy lehántolódjanak rólunk mindazok a felesleges dolgok, amik megakadályozzák, hogy igazi önmagunk legyünk, igazi önvalókat megtaláljuk, és hogy be tudjuk tölteni azt a szerepet, amire leszülettünk. Úgyhogy az egész Anami program ennek az eszköze is segítője, hogy ezt meg tudjuk élni, tapasztalni, és megérkezzünk ide. És van még egy jó hír, hogy jövő héten, ez 2019. július 22-től 28-ig, tematikus heteink vannak, és ez a téma lesz végig. Napi szinten több ilyen óránk lesz, ami kifejezetten arról szól, hogy helyed a világban. És dolgozunk az egész rendszerrel, hogy egyre közelebb kerüljünk, és találjuk meg, hogy kik vagyunk valójában, és hogy mi az, amit bevállaltunk ebben a világban. Mi az a feladat, és hogy ide érkezzünk meg, úgyhogy várunk benneteket ezzel a témával kapcsolatban is, de egyébként is várunk benneteket. És azon a héten természetesen pont a témához, a helyed a világhoz kapcsolódóan lesznek a csakraórák is, tehát korona, köldök, gyökércsakrás órák, és ezek mindezt fogják segíteni. És most csak a legfőbb részeket emeltük ki nektek, hogy megvilágítsuk, hogy hogyan lehet megtalálnunk az utunkat, megtalálnunk a helyünket, amire születtünk. Természetesen azért a többi csakra is hozzátartozik, hiszen egy komplex rendszerről beszélünk, és mindig így is dolgozunk minden óránkon is. Viszont fontos tudnotok, hogy még ha sokszor úgy érzi az ember, mert lelkileg, meg az ego nagyon sokszor azt mondja, hogy hát ezt lehetetlen megoldani, nem tudom elérni. Ez csak az egónak a hangja. E fölé lehet emelkedni, ki lehet tisztítani. Meg lehet emelni az életet. Ezért vagyunk, ezért csináljuk. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönjük szépen. Érdemes feliratkozni YouTube csatornánkra, illetve ajánljuk figyelmetekbe a honlapunkat is, és ott is van. Hogyha valaki minél hamarabb, frissen szeretne a legújabb lehetőségekről, elérhetőségekről, ilyen programjaink lesznek, akkor feliratkozni a hírlevelünkre is. Köszönöm! Sziasztok!